A természet szépségének, különlegességének, valamint a máig élő néphagyományoknak köszönhetően Hargita megye gazdasági húzóágazata a turizmus. Mind Magyarországról, mind pedig román vidékekről, újabban pedig nyugati országokból is előszeretettel látogatják a kirándulók Székelyföldet. Egyre több színvonalas szállás, étterem és izgalmas programok állnak a turisták felhőtlen nyaralásának szolgálatában. A Székelyföldön is lejárt az az idő, amikor egy-egy ágy vagy vendégszoba kiadásával szép bevételre lehetett szert tenni, a vendégeknek programokat is kell kínálni. Ezt ma már pontosan tudják az idegenforgalomban érintett vállalkozók és szakmai szervezetek. A turistákat ma már gazdagon felszerelt igényes panziók és szállók várják, amelyek megfelelnek az Európai Uniós követelményeknek. Az úthálózat minősége is egyre javul, nagy távolságokat lehet megtenni anélkül, hogy az autót kellene félteni. A kirándulók pedig félretehetik az úti könyveket, amelyekből programokat próbáltak vadászni eddig. A szabadidő eltöltésének ma már egyre több és érdekesebb módja létezik Székelyföldön, télen, nyáron. Hargita megyéből lassan eltűntek a céltalanul bolyongó, vagy éppen térképpel a kezükben tájékozódni próbáló turisták, hiszen már létezik olyan weboldala www.iránytű.ro, ahol egy csokorba gyűjtve megtalálható a környék színes program kínálata. Így nem megy el a kiránduló idejének nagy része a terep felderítésére, az információk begyűjtésére, hanem célirányosan indulhat az előre megszervezett színvonalas programra. Hargita megye turisztikai szempontból egyik legvonzóbb érdekessége a csodálatos természet mellett az épített örökség. Számos kezdeményezés, projekt létezik a megyében a falukép megóvására. A turisták ma még érintetlen, autentikus székely falvakban tapasztalhatják meg a néphagyományokban bővelkedő igazi falusi életet. Jó példa erre Én laka, mely a Nagy és Kis Küküllő vízválasztóján, Székelyföld szívében, az 1062 méter magas Firtoshegy nyugati lábánál fekszik. A település körkörös elrendezésű, lejtős utcácskái máig is hűen tükrözik az archaikus székely életmód nyomait. A falut Budapest 5. kerületi önkormányzata testvértelepülésévé fogadta. A támogatásnak köszönhetően számos házat felújítottak, sok kerítést, kaput rendbe tettek, mégpedig úgy, hogy azoknak az eredeti stílust, hangulatot kellett tükröznie. Hargita megye más településeihez hasonlóan itt is egyre nagyobb szerepet kap a faluturizmus. A gyönyörű természeti környezet és az itteniek vendégszeretete évente mintegy 1500-2000 kirándulót vonz ide. A Székelyderzsi vártemplom az első és mindmáig az egyetlen olyan székelyföldi műemléképület, amely a világörökség részét képezi. A templom északi falrészét teljes egészében egy Szent László legenda uralja. A székelyderzsiek számára azonban a vártemplom nem csupán az ima helye. Bástyái ugyanis a történelmi jelentőségű műkincsek mellett igazi csemegéket rejtenek. A falu lakói mindig is a vártemplomban tárolták értékeiket, élelmiszereiket. Szalonna, kolbász, szilvapálinka, minden, mi szemszájnak ingere megtalálható itt a mai napig. Minden családnak van egy saját szöge, kampója, amire felakaszthatja a behozott ételt. A Székelyderzsi vártemplom mára már a turisták kedvelt célpontjává vált. A látogatók száma évről évre növekszik. A falubeliek szerint ugyanis, aki egyszerre kóstol bele a templom csendjébe és a derzsi szalonnába, előbb-utóbb újra visszatér ide. Ám nem csak a falvak építészete jelentős Hargita megyében. Számos egyéb műemléképület is számot tart a turisták érdeklődésére. A csíkszeredai Mikóvár késő reneszánszkori szabályos alaprajzú ó-olasz bástyás várkastély, mely nevét építtetője után kapta. Ma itt működik és sok látogatót vonz a Csíki Székely Múzeum. A Szárhegyi Lázár kastély a késő reneszánsz legkeletibb bástyája. Építése a 16. század elején kezdődött, és mondhatni, hogy mindmáig tart. A kastélynak nem csak a szépsége hívja fel a figyelmünket. Itt nevelkedett Bethlen Gábor, majdani erdélyi fejedelem. Az épületben manapság rengeteg izgalmas program várja az érdeklődőket. Programban egyébként nincs hiány Hargita megyében. A csíksomlyói búcsú mellett, mely több százezres tömeget vonz a vidékre, egyre jobban kinövi magát az ezer székely leány találkozó, melyet minden év júliusának első szombatján rendeznek meg.
Az Ezer Székely Leány Napja a székely népviselet, néptánc és népzene hagyományőrző találkozója. Az 1931-es első rendezvény után néhány évig még sikerült megszervezni a találkozókat, majd hosszú szünet következett. 1990-ben elevenítették fel újra, megőrizve eredeti hagyományápoló szerepét. Hargita megyében szépen megfér egymás mellett a régi és az új, a hagyományos és a modern. Ez tükröződik a programokban is. A csodás táj adta lehetőségeket kiaknázva, ma már számos, a mai kor igényeinek megfelelő, a fiatalok körében igen népszerű formája létezik a szabadidő eltöltésének. A raftingnak, magyarul a vadvízi evezésnek remek teret biztosít mind az Olt, mind pedig a környező patakok. Népszerű a sziklamászás is, melyhez szakember biztosítják a felszerelést. Az egyik legkedveltebb Hargita megyei program a vadles, mely ha betartjuk az idegenvezető által meghatározott szabályokat, életre szóló élményt nyújt. A hegyek tetejére fel lehet jutni lovas szekérrel, de több személyes rangerrel is, kinek mihez van kedve. A program kínálat széles. A jó idő beköszöntével elkezdődik a fesztiválok ideje. A Kendertől a Szilván át a Hagymáig számos település megünnepli a falu megélhetését biztosító termést. Ám télen sincs idejük unatkozni a turistáknak. Ma már modern, kivilágított sípályák és fedett korcsolyapályák várják a sportolni vágyókat. A turisztikai kínálat tehát bőséges ezen a vidéken. Akár lazítani, regenerálódni szeretnének a kirándulók, akár gyógyulni, akár kiélvezni a téli vagy nyári sportokat egy lélegzetelállító környezetben, vagy például az élő néphagyományokat megfigyelni, vagy éppen vadat lesni, itt mindegyikre van lehetőség. Lehet nyaralni városi szállodában, de a Hargita legtetején is panzióban vagy menedékházban. Ma már jól megfér egymás mellett a kínálatban a lovas és a legmodernebb motoros szán is. Ezer arcát kínálja Székelyföld, a felfedezés a turistákra vár.